Világszerte már csak nem 8.800.000-en kapták el a koronavírust, és csak nem 465.000-en vesztették életüket. Jelenleg 188 országban és régióban van jelen a fertőzés. Spanyolországban ma feloldották a március közepén elrendelt szükségállapotot. A schengeni övezethez tartozó országokból már utazhatnak az emberek a Spanyolországba, jövő hónaptól pedig az összes többi országból is. Rendőrök pásztázták végig a Copacabana-i strandot szombaton, Rio de Janeiro-ban, és sorra küldték haza az embereket. Az Egyesült Államok után továbbra is Brazíliában van a legtöbb koronavírusos fertőzött. Már több mint 1 millióan kapták el a betegséget, és csaknem 50 000-en haltak meg. A partról hazaküldik az embereket, de azt senki sem látja, hogy mi a helyzet a bevásárló központokban, ahol óriási tömeg van, mondta egy helyi férfi. Szerintem az emberek már belefáradtak abba, hogy otthon legyenek. Azért mennek a partra, hogy egy kicsit sétáljanak és friss levegőt szívjanak. Ettől függetlenül helytelen dolognak tartom, hogy tömegek vannak a parton, tette hozzá egy másik helyi. A latin-amerikai országban egyes becslések szerint augusztusban tetőzhet a járvány. Spanyolországban viszont vasárnap oldották fel a koronavírus járvány miatt március közepén elrendelt szükségállapotot. Már szabadon utazhatnak országon belül is a helyiek, és a schengeni övezethez tartozó országokból is jöhetnek a turisták. Közben azonban több korlátozó intézkedés is érvényben marad. Szeptemberig zárva tartanak az iskolák, zárt kapusak maradnak a futballmérkőzések, és korlátozzák a múzeumok, koncertek, mozik, valamint kávézók látogatóinak a számát. Emellett továbbra is kötelező a szájmaszk viselése zárt térben, a tömegközlekedési eszközökön, a repülőgépeken és boltokban. Akik megszegik a szabályokat, átszámítva akár 34 000 forintos bírságot is kaphatnak. Ezek a felvételek már Németországban készültek, annál a húsfeldolgozó üzemnél, ahol már több mint 1000 dolgozónál mutatták ki a koronavírust az elmúlt napokban. Az Észak-Rajna-Vesztfáliai gyár összes mintegy 6500 dolgozója, valamint a családtagjaik is karanténban vannak. Kritis, katasztrofál. Ez egy nagyon komoly dolog, ez egy katasztrófa. Megint mindannyiunknak szenvednünk kell majd, mondta egy helyi. Talán előbb kellett volna elkezdeniük a teszteléseket, nagyon sokan dolgoznak a cégnél, tette hozzá egy másik. Az illetékes ügyészség nyomozást indított, gondatlan testi sértés és a betegségek elleni védekezésről szóló törvény megsértése miatt. A cég vezetője szombaton bocsánatot kért. Üzletemberként és emberként is, aki a dolgozókat tartja a legfontosabbnak, hiszen akkor működik a vállalat, szeretnék elnézést kérni. Mi vagyunk az oka ennek az incidensnek. Vállalom a teljes felelősséget üzletemberként és a vállalat vezetőjeként is, mondta a tulajdonos. Pekingben szombaton is folytatódtak a tömeges tesztelések. A kínai fővárosban már 444 helyen végeznek koronavírus tesztet, azután, hogy a múlt héten egy új kínai gócpontra bukkantak, ismét egy piacon. Azóta már több mint 200 embernél mutatták ki a vírust a környéken. Van, ahol naponta több mint 10 000 ember tesztelnek. 80 egészségügyi dolgozónk van itt, két műszakban dolgoznak, 2-3 óránként pihenhetnek egyet, mondta az egyik ideig. A koronavírus jelenleg 188 országban van jelen. Világszerte már csaknem 8.800.000-en kapták el a betegséget. Csaknem 465 000-en vesztették életüket. Mintegy 4,5 millióan viszont már meggyógyultak.